Nagy Károlyt, a Gyöngyösi kézilabda klub edzőjét kérdezném, hogy mik a benyomásaid a mai meccsről, és szerinted minek köszönhető ez a hazai nagyon-nagyon szoros vereség? Hát az egyértelműen látszott, hogy tisztességgel felkészültünk a Fradi játékából. Az látszott a játékosaimon, hogy még nem teljesen összeszokottak. Az alapjátékban sok hibát követtünk el, de úgy érzem, hogy a második fél időben már összeállt a védekezésünk, ha egy kicsivel jobb kapus teljesítményünk van, de nem is igazán a kapusokon múlott, hanem azon, hogy sok hetest és zittert hibáztunk a kritikus helyzetekbe. Én nagyon sajnálom a srácokat, ezt a meccset meg kellett volna nyernünk, én úgy érzem, hogy meg is tudtuk volna nyerni. Tehát a sport az ilyen, és úgy érzem, hogy azt nyugodtan elmondhatom, hogy Gyöngyösen nincs hazai pálya. Még egy kérdésem lenne, hogy ezután mire számíthatunk, illetve mik a további terveitek? Hát amire számítani lehet, hogy én ugyanilyen következetességgel fogok dolgozni a srácokkal. Én ugyanezt mondtam nekik is, hogy ne keseredjenek el. Nincs más út, csak előre, szóval ezzel már kell siránkozni. Én nagyon hittem abban, hogy ezt a meccset megnyerjük. Az élet nem ezt igazolta, jön a következő forduló, arra kell készülnünk. Köszönöm szépen, és további jó munkát, sok sikert kívánok! Csak ennyi munkát. Köszönöm. A Nagy Károly mester téged választott legjobbnak. Ez azt hiszem, hogy első bemutatkozásként, főleg az, hogy csak a második fél időben játszottál, szinte egyéni siker, de a csapat mégis vereséget szenvedette. Hogy láttad belülről ezt a mérkőzést? Köszönöm a edzőnek, ez a csapatmunka, ez nem egyenes játékos, ez csapatmunka. Csapat kikaptunk, én jó edző mondta, hogy legjobb voltam, csak egész csapat volt szerintem. Jó, meg kell küzdeni tovább. Ezt most kell elfelejteni, csak kurva nehéz ez lesz, menjünk Debrecenbe, onnan kell hozni a pontot. És hogy érezted magad újra a gyöngyösi közönség előtt? Én mindig érezem jól magát a gyöngyösen. Akarok minden megmutatni, hogy fogok minden megcsinálni, hogy ez a csapat gyöngyösben marad a NB1-be. Köszönöm szépen neked, és további jó munkát! Kis Imre, a Ferencvárosi Tornaklub játékosa. Vladan Matics edző téged választott a mérkőzés legjobbjának. Hogy tűnt ez a mai mérkőzés belülről, illetve milyen volt újra gyöngyösi közönség előtt játszanod? Pont tegnap mondtam, hogy egy újságíró megkeresett. Tegnap beszéltem egy újságíró a Pesten. És pont neki mondtam, hogy mondom, nagyon-nagyon izgultam, nagyon-nagyon rossz érzés úgymond visszajönni, hogy egy volt előző csapatom ellen játszani. Volt benne jó oldal, volt benne rossz oldal. Én úgy érzem, hogy itt az itt eltöltött évek, azok bebizonyították a fél idő vagy a meccs elején, hogy a közönség nem fütyülik, hanem megtapsolt, ez nagyon-nagyon jól esett, és úgy érzem, hogy ez a meccs elejétől kezdve rányomta a bélyegét, én úgy érzem, hogy jól ment a játék, az előző fordulóban kevésbé tudtam hozzátenni, most úgy érzem, hogy valamilyen szinten összejött a játék, és örülök neki. Egyik szemem sír a másik nevet. Gratulálok neked, és további jó munkát. Köszönöm. Vladan Maticsot, a Ferencvárosi Tornaklub edzőjét kérdezem, hogy milyen benyomásaid voltak a mérkőzés alatt, illetve minek köszönhettétek ezt a szoros győzelmet? Igazából őszintén megmondom, jöttök győzni. De tudtam, hogy nehéz lesz, és tudtam, hogy Kárcsi és nagyon jó edző, ez biztos tudtam, hogy valami meg fog találni, mert ez a Tatabánya ellen nem volt az igazi gyöngyös. És úgy számítottam, hogy ilyen nehéz meccs lesz, végig volt a kezünkben meccs, de majdnem ez elpuskáztuk egy hülyeség miatt, mert egy játékos, Martin Mazak bement ilyen egy másodperc kiállítás, bement a pályát, nem is tudom, hogy oda került be, meg nem volt tökéletes játék, nem vagyok elegedett, tudunk sokat jobban játszani, de biztos nagyon fontos volt a meccs, és nyomás volt a játékosok. És akkor egyetemű, hogy ilyen, de először végig bírtunk, végig küzdöttünk, és a kicsit drága Isten is segít. Kis koppany megfogta az utolsó, ez a sport. És hogy érzed ezt a bajnokságot, milyen helyen lesztek majd a végén, és mi a véleményed az ellenfél csapatról, hogy ők hol lesznek a bajnokság végén szerinted? Figyelj, én mikor bejöttem, nekem ez a cél, hogy bent maradás,
bent maradás, nem tudunk hol leszünk, nem tudom hol lesz a Gyöngyös, valószínűleg nekünk vannak pici esély megmarad, hogy megpróbálunk 8. lenni, de nehéz lesz nagyon. Sokkal reálisabb ez a kiesési rájátszás, de úgy gondolom, jó úton vagyunk. Mikor jöttem, ez nem volt az igazi csapat, sok hiányosak van, most is van sok hiányosak, de jó csapat vagyunk most. Van ez a csapat, van ez a morálisan, nagyon stabilok vagyunk, egymásért harcolunk, jó dolgozunk, fizikailag tökéletesek vagyunk, és van az eredmény. És lehetett hallani gósza híreket a Ferencváros házatájékánról, most nyugodt körülmények között tudtok dolgozni? Hát figyeljetek, mindenhol van ez a pénz probléma, mindenhol egész Magyarországon, nem csak nálunk, de nagyon rendesen a játékosok érti, milyen helyzet, milyen volt ez ilyen pénz levonás, kicsit kevesebb a fizetés, de nem látszik a pálya. Küzdünk, dolgozunk, jó társaság vagyunk, és jó úton vagyunk. Gratulálok nektek, és jó szerencsés megérkezést a hazaúton. Köszönöm szépen, további sok sikert a bajnokságban.